Az NB2-es női röplabdabajnokság 13. fordulójában az Éllovas Haladás VS Vasi Sportakadémia gárdája a Veszprém együttesét fogadta. A szombathelyek annak ellenére könnyelén nyerték meg a találkozót, hogy több kulcsjátékosuk is hiányzott. A mérkőzés végeredménye 3-0 lett a hazai csapat javára. Én azt gondolom, hogy ezt a meccset kötelező volt behúznunk nekünk ebben a felállásban is, meg így nem játszottunk ebben a bajnokságban. Két betegünk van, a Tóth Zsuzsi meg a Vég Júli, ők nem álltak a csapat rendelkezésére. De hát a Simol Judit méltóan pótolta őket, én azt gondolom, hogy a rutin és a tapasztalatával ezt a meccset simán ő is megoldotta. A szombathelyi csapat keretéből szinte mindenkinek játék lehetőséget adott Mucsi Péter vezetőedző. A hosszú idő után visszatérő Simol Judit határozottan jó teljesítménnyel hálálta meg a szakvezető bizalmát. Hát nagyon jó volt újra ismét pályára állni, mert most már egy éve nem játszottam. Belülről is egy nagyon könnyű meccs volt, amire egy kicsit nehéz is volt felpörögnünk, mert az ellenfél igazándiból egy elég alacsony színvonalon játszott. A HVS-e VS-e az utolsó forduló eredménytől függetlenül már megnyerte a nyugati csoport alapszakaszát. Ettől függetlenül a szombathelyek a győzelem elvárásával utaznak a közgáz elleni még hátralévő bajnoki lyukra.